Üdvözlök mindenkit! Ma ismét kettő kis gépet fogok összemérni. Mind a kettő az én gépem, mind a kettőt szeretem, úgyhogy fogadjátok őket szeretettel ti is. A Solo 643 IP. Ez a úgynevezett hobbi változat. Ez is ugye a kis 210-es, aki ugye kikapott a kis megkálakoktól. Most talán ővel szemben több esélye lesz. Meglátjuk. 40,2 köbcenti, ő viszont olyan 35 köbcenti környékén van, viszont teljesítményben talán egy tizeddel ez erősebb. Ennek a Solo láncfűrésznek ma már ezt a típusát nem lehet megvásárolni, habár ezzel a jelzéssel lehet kapni, de most már fél profi változatban gyártják, ami annyiba különbözik, hogy fém felső markolat, és 2,7 lóerővel áldották meg ugyanezt a kis motort. Ami ugyanez a motor annyiban különbözik, hogy a kipufogó nyílásnál ennek van egy pici gát. Hát régi Simpsonosok, akinek volt ennek Simpsonja, az tudja, hogy miről beszélek, tehát gyárilag van egy kis gát, amit ha kireszelünk, akkor meg is kapjuk a 2,7 lovat. Tehát egy picit lefolytották ezt a gépet, úgy oldották meg, hogy ez egy hobbi változat. Annak idején árba ez a gép pont fele volt ennek, tehát viszont használati szempontból majdnem, hogy egyenértékű. Itt azért egy picit gyengébb műanyagokkal találkozhatunk. Itt ugye a stíl az egy márka. Tehát a stílt azért szeretjük, teljesen mindegy, hogy milyen kommentek vannak rá, vagy milyen vélemények vannak rá. Ez a gép, ez minden körülmények között hozza az elvártat, és megbízható. Tehát ugye a szó, hát amíg megemlítjük azt, hogy a három márkát említünk meg a láncfűrészek, nem az, hogy van a Stihl, a Husqvarna, és ugye mellette mindig a Makitát említjük meg, a Solót az szinte totál elfelejtik az emberek, holott nem tudják azt, hogy sok tekintetben nagy az átfedés a Solo és a Dolmar láncfűrészek között, olyan mértékben, hogy sok típusnak például a hengere az kompatibilis. Hát sok esetben tudok olyanról például, hogy a 65 köbcentis Solókra teszik rá a legnagyobb Makita hengereket. Tehát ezek passzolnak rá, tehát kompatibilisek, ezek a cégek egy picit összejátszanak, nyilván a fennmaradásuk érdekében. Erre kapcsolatban több videót lehet találni az interneten, akit érdekel, az majd nézzen utána. Amit el tudok még róla mondani, hogy ezen 325-ös vágó szerkezet van, azon ugye pikólánc van, mind a kettő stíl, mind a kettő új lánc. Teljesítményben ugye ez 2 tizeddel nagyobb, de nem vagyok benne biztos, hogy eredményesebb is lesz, úgyhogy lássuk a vágástesztet. Köszönöm, hogy megnézted a videót!